Intenzíven támadták éjjel az izraeli erők a gázai övezet déli területeit, ugyanis a nemzetközi nyomás ellenére sem mondtak le az egyiptomi határ közelében fekvő Rafah ostromáról. A városban már több mint másfél millióan zsúfolódtak össze. A tűzszüneti tárgyalások eközben zátonyra futottak. Izrael szerint ezeknek nincs értelme, amíg a Hamas nem változtat a valóságtól elrugaszkodott követeléseim. Óriási gödör tátongott a dél-gázai Rafah egyik lakónegyedében egy izraeli támadás után. Kiégett autók roncsai között mérték fel a károkat a helyiek. Az izraeli védelmi erők előző éjszakai csapásában legalább 10 haltak meg a palesztin hírügynökség szerint. 23-an voltak ebben a házban, amikor találat érte. Kimentették, akiket lehetett, de a többiek még mindig a romok alatt fekszenek. Fegyvertelenek voltak, nincs már biztonság sehol Gázában, azokon a helyeken sem, ahová ki akarnak bennünket telepíteni Rafahból, panaszkodott egy férfi. A palesztin terület déli részén egyre nagyobb a katonai nyomás. Folyamatosak a légitámadások, Izrael pedig nemrég bejelentette, hogy átfogó katonai műveletre készül Rafahban. Az egyiptomi határnál mostanra több mint másfél millió ember zsúfolódott össze, akik már nem tudnak hova menni. Közben egy végtelennek tűnő, több méter magas betonkerítés épül a gázai határ egyiptomi oldalán. Segélyszállító kamionok, olvasható egy rögtönzött táblán a kerítés mellett. Korábban a Reuters hírügynökség arról számolt be, hogy Egyiptom itt a palesztinok befogadására alkalmas területet készít elő arra az esetre, ha a menekülők átlépnék a határt. Ezt Egyiptom hivatalosan is cáfolta. Az észak-sínai kormányzó szerint parkolók és raktárak épülnek a Gázába küldött segélyek fogadására. Kairó többször hangsúlyozta, elfogadhatatlan lenne, ha palesztinokat telepítenének át Egyiptomba. A Rafah ellen készülő támadás hírére ugyanakkor ezrek indultak el a városból. A tűzszünet reménye pedig egyre fogy. Az izraeli miniszterelnök vasárnapi nyilatkozata szerint nincs értelme további tárgyalásoknak, amíg a Hamász nem változtat a valóságtól elrugaszkodott követelésein. Határozottan elutasítjuk, hogy más országok diktátuma alapján kössünk végleges megállapodást a palesztinokkal. Ez csak a felek közötti közvetlen tárgyalások útján jöhet létre. A Hamász október 7-i támadása után a palesztin állam egyoldalú elismerése a terrorizmus példátlan megjutalmazását jelentené, és akadályozná a békekötést, jelentette ki Benjamin Netanyahu. Ezen a felvételen az látszik, hogy sebesülteket szállítanak egy még működő gázai kórházba. A palesztin egészségügyi hatóság adatai szerint a több mint két hónapja tartó közel-keleti háborúnak csak nem 29 ezer áldozata van. Eközben az egy hete zajló izraeli ostrom következtében végleg leállt az övezet második legnagyobb kórháza, a Nasser. 200 beteg elhelyezéséről kellene gondoskodni.